Ez a Pápavárosi Televízió híradója, kedden köszöntöm Önöket. Ettől az évtől olcsóbban, hatékonyabban és gyorsabban intézhetjük ügyeinket a kormányablakokban, az állami bürokrácia és rezsicsökkentés jegyében. Erről beszélt hétfőn Takács Szabolcs kormány megbízotta a Veszprémi megyeházán. Január 1-től a személyi igazolványokat felváltja az e-kártya és csökken 20 hatósági eljárás díja is. Az állami rezsicsökkentés mintegy 10 milliárd forintot tesz ki. A kormány a közigazgatás átalakításával azt a célt kívánja elérni, hogy az állampolgárok olcsóbban, gyorsabban és egyszerűbben intézhessék ügyeiket, hangsúlyozta a kormány megbízott. Ennek érdekében a tavalyi évben is lefolytatásra került egy egyeztetés az emberekkel, az állampolgárokkal, kérdőívek kapcsán és kérdőíveken keresztül, és ennek köszönhetően állami rezsicsökkentésre kerül sor 2016. január 1-től. Illetve volt egy nagyon fontos dolog még emellett, a kitűzött célhez kapcsolódóan eredményként, amit elértünk, ez az állami bürokrácia csökkentés. Az országgyűlés 2015. december elején fogadta el azt a törvénymódosító csomagot, mely 4 területet érintve 108 törvény módosítását eredményezte. Ami a legfontosabb talán, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályról szóló törvény, ez a KET módosításához kapcsolódó néhány szabály, de a legfontosabb az azt talán, hogy az ügyintézés határidő az 21 napra csökkent. Általános ügyintézés határidő 21 nap. Ehhez kapcsolódóan a szakértő esetén, ha szakértőt kell bevonni egy-egy ügyben, akkor a szakértőnek 15 napja áll rendelkezésre arra, hogy szakértői véleményét kiadja. Ezek korábban nem voltak ennyire konkrétan és ennyire rövid határidőkkel szabályozva. Az engedélyhez kötött eljárások köre is változik, hangsúlyozta Takács Szabolcs. 25 tevékenység esetén január 1-től nem kell engedélyt beszerezni, elegendő lesz a bejelentési kötelezettség teljesítése. 2016. január 1-től többek között ingyenessé vált a személyi igazolvány, a lakcímkártya beszerzése, a családi állapotváltozás átvezetése, az elveszett dokumányok pótlása, az erkölcsi bizonyítvány igénylése, a vállalkozói igazolvány kiváltása, valamint első alkalommal a jogosítvány elkészítése, de eltörölték a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját, és ingyenes lett a diákigazolvány kiváltása is. Azt gondolom, hogy ezekből látszik, ezekből az intézkedésekből az, hogy a kormány által elvégzett reformok, a kormány által kitűzött reformok azok jól működnek. Az állami rezsi, illetve bürokrácia csökkentés még nem ért véget. A kormányzat célja, hogy az állampolgárok és vállalkozók adminisztratív terheit tovább csökkenjenek, tette hozzá a kormány megbízott, aki még elmondta, Veszprém megyében jelenleg 13 kormányablak működik. A 2016-os esztendőnek ezek feladatbővítése lesz az elsődleges célja. A tavaly évben január végén, február elején érkezett meg az influenza járvány Magyarországra. Idén egyelőre Európában sem hallani megbetegedésekről. Éppen ezért még nem késő kérni az oltást. A házi orvosok elsősorban gyermekeknek, időseknek, krónikus betegeknek és azoknak javasolják, akik munkájuk során sok emberrel kerülnek kapcsolatba. A védettség kialakulásához 1-2 hét szükséges, vagyis az idei első influenza hullámig még megelőzhető a betegség és a súlyos szövődmény. Idén sem marad el a szokásos évelei influenza járvány. Egyelőre azonban még nem hallani arról, hogy bárhol a kontinensen felütötte volna a fejét. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy aki még nem oltatta be magát, az megtegye. A vírusokkal szembeni védettség ezzel az egyetlen injekcióval megoldható. Jó hír, hogy kibővült azoknak a köre, akiknek az oltás ingyenesen adható. 60 év felettieknek és bizonyos betegség csoportokban, például anyagcserebetegségekben, így cukorbetegségben, májbetegségben, vesebetegségben, szívérendszeri betegeknek, különösen akik szívelégtelenségben szenvednek, légzőszervi betegeknek, légzési elégtelenség tüneteivel lévőknek különösen ajánlatos az oltás. Akik erre az időre tervezik a családtervezést, őnekik is ingyenesen adható az oltás. A náthát és az influenzát is vírusfertőzés okozza, de az influenza lefutása sokkal súlyosabb, mint egy banális náthájé. Szokatlanul magas láz, fejfájás és gyengeségérzet a vele járói. A vírus ráadásul igen fertőzőképes és gyorsan terjed a szervezetben. Szövődménye lehet arcüreggyulladás, bronchitis és a legnagyobb veszélyt jelentő tüdőgyulladás.
A gyermekkori influenza jelentőségét hosszú időn keresztül alábecsülték. Újabb felmérések szerint egy-egy járványban a felnőttek 10%-os megbetegedésével szemben a gyermekek, főleg az egy éven aluliak, akár 30%-os arányban is megbetegedhetnek. Ezért javasolják minden gyermeknek a védőoltást. Nagyon jók a tapasztalataink a védőoltással kapcsolatosan. Igazából ezek már annyira korszerű védőoltások, és olyan korszerű gyártási folyamattal vannak előállítva, hogy igazából komolyabb mellékhatásokat nem tapasztaltunk. Hát természetesen előfordulhat egy kis hőemelkedés vagy enyhe láz, ez bármelyik védőoltásnál előfordulhat. A legtöbb esetben egyáltalán nincs mellékhatás. A gyermek és felnőtt házi orvosi rendelőkben korlátozott számban állnak rendelkezésre vakcinák a krónikus betegségben szenvedőknek és a jogosultaknak. Akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, azok térítés ellenében a gyógyszertárakba juthatnak hozzá az influenza elleni oltóanyaghoz. 2016-ban is folytatódik a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont kamara kiállítás sorozata a hónap műtárgya. Az esztendőt Lukács Katalin alkotásai indítják. Lukács Katalin a Homokbödögei Művészeti Alapiskola képző és iparművészeti tagozatának vezetője. A szüneteket és kevés szabadidejét használja ki festésre. A kamara kiállításra legújabb képeiből válogatott. A hónap műtárgya sorozatot az a cél hívta életre, hogy megmutatkozási lehetőséget biztosítsanak a helyi alkotók számára. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont 2016-ban is szeretné folytatni az immár 3 éve megkezdett sorozatot, a hónap műtárgya sorozatunkat, ahol pápa és pápa környéki alkotók, rajztanárok, művésztanároknak nyújtunk lehetőséget bemutatkozásra. 2016 első kiállítója Lukács Katalin, aki eddig elsősorban tájakat, csendéleteket festett. Most azonban váltott. Mint mondta, nagyon sok benyomás, élmény kavarta fel mostanában, ezt szerette volna kifesteni magából. Képei azt mutatják meg, hogy miként reagálunk a bennünket érő információ áradatra. Van, aki begubódzik, nem szólal meg, van, aki kitör ebből, és én úgy gondoltam, hogy ezeket lefestem, ezeket az alakokat, akik magukba guboznak, vagy éppen kitörnek. Lukács Katalinnak most ezeket az első ilyen jellegű alkotásait láthatják a látogatók, melyeket majd még követnek hasonló festmények a művész tanár tervei szerint. Lukács Katalin kamaratárlata február 6-áig látható a JMSK földszinti előterében. Ezek voltak mai híreink, a folytatásban pedig a holnapi időjárásról hallhatnak. Szerdán reggelre többfelé gyengén fagyhat, délen és a szélvédett északi völgyekben pára és köd is kialakulhat, napközben pedig 4-9 fok valószínű. Változóan felhős napos időre készülhetünk, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadékkal. Többfelé továbbra is szeles lesz az idő. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója kedden. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!